Tamási egyik külterületén, úgynevezett Újvárhegyi részen elvétve találni olyan házat, ahol van vezetékes ivóvíz. Az utca elején található ingatlanok üdítő kivételek ez alól. Itt a város önkormányzata korábban mintegy 400 méteres szakaszon kiépítette az ivóvíz hálózatot. Közel 500 embert érint Tamási külterületén. Az 500 főnek a többsége teljesen ellátatlan. Ezek a családok nem tudnak vezetékes ivóvízhoz jutni. Évtizedek óta tartályon keresztül visszük a vizet, juttatjuk el az itt lakókhoz. A beruházás Tamási 4 külterületét érinti, így Adorján pusztát, Adorján új telepet is. Az ivóvízhálózat kiépítése pedig a Paksi Ipari Park fejlesztési forrásából valósul meg. Közel 500 millió forint jut ezen térség felzárkóztatására, mondta el Süli János, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Mivel Paksnak nem csak az egy dolga van, hogy ugye Paksi atomerőművet megépítsük, hanem az is, hogy a térségbe a leszakadást azt próbáljuk megelőzni, ne csak egy kiemelt Tolna megyei település legyen a Paksi atomerőműve Paks, hanem az összes set is próbáljuk felzárkóztatni. Ennek része az is, hogy itt körülbelül 500 érintett lakó van, hogy azoknak az ivóvízellátás, ami alap szolgáltatás, azt megoldjuk. Jelenleg a tervek egyeztetése zajlik. A közbeszerzést követően megkezdődhetnek a munkálatok. Az ivóvízhálózat kiépítése várhatóan 2021 végére fejeződhet be.